Az intézmény azonban nyáron sem zár be. A kánikulában is törődnek a hajléktalanokkal, akik már-már baráti kapcsolatot ápolnak egymással és az ott dolgozókkal. Munkanapokon, hétfőn és csütörtökön 13-tól 19 óráig, kedden, szerdán és pénteken 9-től 15 óráig jöhetnek be hozzánk. Lehetőségük van tisztálkodásra, ruhák mosatására, természetesen zsíros kenyér mindig van, és tea is kapható. A szeretett szolgálat munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy a nehéz helyzetbe került embertársaik újra beilleszkedjenek a társadalomba. Akár intézményi elhelyezésben, akár a fél éves itt lakásban, de munkahelykeresésben, az internet használatra megtanítottuk a fiatal ügyfeleket, és egyáltalán lehetőséget biztosítottunk arra, hogy tisztálkodjanak, hogy étkezni tudjanak, és hogy valaki meghallgassa őket. Hozzátette, hogy a nehéz helyzetbe került embereknek még fokozottabban igényük van arra, hogy beszélgessen velük valaki. Az intézményben pedig mindig akad olyan személy, akinek elmondhatják bajukat, vagy éppen elúságolhatják örömüket. Ez talán a kenyérnél is fontosabb számukra.